kettes típusú cukorbetegséghez gyakran társul súlyfelesleg, amiben segítségünkre lesz egyébként az étrend, de nagyon fontos mellette a mozgás is. Hogyha elkezd az életmódbeli változásokra reagálni a szervezetünk, és elkezdjük leadni a súlyfeleslegünket is, akkor jobban is fogja érezni magát az ember, illetve a hosszú távú szövődményeket is lassítani lehet, vagy a kialakulásokat akár meg is lehet előzni. A magas vérzsírszinteket is tudjuk befolyásolni étrenddel. Itt néhány gyakorlati tippet adnék csak. Az egyik, hogy fogyasszunk rendszeresen zabot, például reggelire zabkását lehet fogyasztani, de dúsíthatjuk a fasírtunkat is, vagy a főzelékeinket is zabbehellyel, illetve ami még nagyon jótékony hatású szokott lenni, hogyha hidegen sajtolt lemmagolajat fogyasztunk. Például vacsora előtt egy evőkanálnyit megeszünk, kevésbé finom, de annál jobb hatású, illetve ami még segíthet, az az omega-3 típusú zsírsavak, akár étrend kiegészítése is. Ha valakinek kialakult már a kettes típusú cukorbetegség, akkor azt érdemes egy intőjelnek tekinteni, hogy valami azért nem volt teljesen helyén az eddigi életünkben, és nagyon buzdítok mindenkit arra, hogy ne ijedjen meg ettől, tényleg az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód vezetés a cél, tehát ez hosszú távon fog segítséget nyújtani, mind közérzetben, mind szövődmények elkerülésében, tehát mindenkinek kitartást kívánok hozzá.